Egyre több adat és videó bizonyítja, hogy áldebreceniek mozgolódnak a debreceni akkumulátorgyár elleni hangulatkeltők között. Erről ír a Magyar Nemzet. A legismertebb közülük Bertalan Attila, aki számtalan kormányellenes megmozduláson vett már részt. De a tüntetők között feltűnnek a hallgatói hálózat tagjai is. Nagy Ervin, a 21. század intézet elemzője a Kossuth Rádióban azt mondta, a megmozdulásokon résztvevők egy csoportja a helyiek bizonytalanságát kihasználva akar politikai hangulatot kelteni, és ebben tevékeny szerepet vállalnak Soros György fizetett emberei is. Nem szabad hagyni, hogy megépüljön a gyár. Nem szabad hagyni. Miért nem a pódiumot? Álcsoljátok föl! Ő Bertalan Attila, a rendszerváltók csoport vezetője. Ezt a kis videót egy autóban ülve még január 27-én készítette, hogy a debreceni akkumulátorgyár elleni tiltakozásra buzdítsa a követőit. A Lipót községben élő férfi ugyanis ezt jelölte meg lakhelyéül, amely település Győr-Moson-Sopron vármegyében található, számtalan kormányellenes megmozduláson vett már részt. Azt várják, hogy bízunk a hatóságban mindenféle tudás nélkül. Harsányan szónokoltak a tüntetéseken, de ott volt a tanárokért és a gazdákért folytatott utcai megmozdulásokon is, és ott volt január 20-án a debreceni akkumulátorgyár ügyében tartott botrányos közmeghallgatáson is. Mint ismert, a résztvevők egy ide után egymással kezdtek ordibálni, sőt egy agresszív férfi arcon ütött egy nőt, aki csak nyugtatni próbálta a feldühödött tömeget. A tüntetők között ugyanakkor feltűntek a hallgatói hálózat tagjai is. Mint azt korábban a Magyar Nemzet megírta, a 2010-es évek elején Soros György által támogatott szervezetek akcióztak Debrecenben. Akkor éppen az egyetemisták lázításával próbáltak kormányellenes tüntetéseket szervezni, ennek egyik eszköze volt a HAHA. Magyarországból akkumulátorgyártó nagyhatalmat akarnak csinálni. De a baloldal pártja is ösztűz alatt tartják a 9000 munkahelyet teremtő 3000 milliárd forintos beruházást. Támadja a Mi Hazánk mozgalom. A Mi Hazánk mozgalom tehát kéri ezeknek a közmű terveknek, engedélyeknek a kiadását. A Jobbik is beállt a hangulatkeltésbe. Kétségeink vannak a technika engedélyeztetését illetően. És Gyurcsány Ferencék is uszítanak a beruházás ellen. A működése pedig veszélyt jelent a város ivóvíz készletére és a levegőjére. Az LMP-s Kanász Nagy Máté még ennél is tovább ment, és az M1-nek nem tagadta, mi a baloldal valós politikai célja. Azt a kormányzati politikát nyilvánvalóan szeretnék megbuktatni, hogy Magyarországot akkumulátor nagyhatalommá tegyék. Megpróbálnak romboló módon hozzáállni azokhoz a kormányzati tervekhez, cselekvésekhez. A baloldalnak továbbra sincs mondani valója, továbbra sem találtak ki olyan alternatívát, amely az ország vezetéséhez, a kormányzó képesség bemutatásához kellene. Ezért támadják a debreceni akkumulátorgyár megépítését, mondta a 21. század intézet elemzője a Kossuth Rádióban vasárnap reggel. Nagy Ervin azt is hozzátette, a megmozdulásokon résztvevők egy csoportja a helyiek bizonytalanságát kihasználva akarnak politikai hangulatot kelteni, és ebben tevékeny szerepet vállalnak Soros György fizetett emberei is. Most egyébként legutoljára, legalábbis a bírósági papírok szerint 130 millió forint érkezett ezekhez a debreceni egyesületekhez. Ezek valóban szervezetten jelen vannak, és a hivatásos civilek összehangolják a munkájukat, egyrészt politikai célokat, másrésztről pedig bizonytalanságot keltenek, mert ne felejtsük el, hogy ezeknek a szervezeteknek, NGO-knak nem csak az a céljuk, hogy egy-egy ilyen beruházást megakadályozzanak, hanem az is, hogy hosszú távon kibillentsék az Orbán kormány stabilitását. A kínai beruházó a múlt héten Türingiában nyitott meg egy a debrecenivel megegyező üzemet, ami megfelel a szigorú német és EU-s környezetvédelmi előírásoknak. Ráadásul a beruházást támogató német baloldal is zöld akkumulátorgyárként hivatkozik rá. A magyar gyár is ilyen technológiát fog használni, ráadásul a magyar szabályozás szigorúbb, mint az uniós.